azért ilyen komoly munkát várnánk el. Igen. Tehát azt szeretnénk, hogyha csengő hangokat kéne komponálni. Mindig kijönnek ezek az újabb típusú készülékeink, és mindig meg kell újulni, tehát mindig tudni kell lépést tartani a konkurenciával, és te nagyon kreatív vagy, nagyon értesz a zenéhez, és erre gondoltunk. Te mit gondolsz erről? Ezek ilyen, tehát egy ilyen visszatérő szekvenciák lennének, tehát tudod, neked is van gondolom telefonod, tehát így ismétlő kéne. Biztos erre van valami zenei kifejezés. Repetitív vagy? Igen. Menni fog? És mikor tudnád elkezdeni? Nem tudom, most meg kéne dumálni a... Hát megtanulnám a sacival, hogy akkor hogy legyen, hogy akkor most mikor, jövök el a zeneiskolából. Szerintem ma. Hát igen, csak a... Jó, nem erőltetek semmit. Gondold át, beszélt meg otthon, mérleged, számolt ki, hogy jöttök ki, így, meg úgy. És aztán... mondjuk másfél óra múlva hív fel, jó? Rendben. Nagyon-nagyon örültem, hogy találkoztunk. Saci, puszidom. Mondd meg neki. Jó. És akkor remélem, hogy holnap találkozunk itt reggel. Bocsánat, van, de csak kérdezhetek. Igen. Hogy a külföldi utazás. Az hogy lenne, az van rendszeresen, vagy? Rendszeresen, vagy, igen. De hogy havi szinten? Havi szinten, mondjuk havi szinten van Japán, Belgium, Ecuador. Nem tudom, beszélsz a nyelveket, de nem kell. A zene nyelve az internacionális. Jó, köszönöm szépen. Akkor hívom majd, hogy hív. Mi már tegezettél? Hívlak. Jó, bocsánat. Köszönöm. Bye. Megjelentél? Köszönöm, voltál? 800 000 forint. Életemben még annyi pénz nem adott a kezembe összesen. Hát most se biztos, hogy lesz. Alkalmatlan vagyok. Fostaboríték. Csengő hangozása. Figyelj, nem meg. Tehát egy zeneszerző. Igen? Inspirált. Muszáj megpróbálni. Nem tudom, nem is. Hát az 800 000 forint, ha mondta, az inspirált. Kinek? Valakinek? Van, tegye fel a kezét, aki nem inspirált. Ja, lehet, hogy én is tudom. Csengő hangozása, még én is tudok szerezni. Ez nem jutott eszembe. És innentől kezdve, hát beindult az az életforma, amit egy ilyen rendesebb felnőtt ember egy multicéggel megáldva, vagy megáldkozva, érdekél családapa létére. Szia! Szia! Kislányom, menj be a szobába, próbáld meg elkezdeni a leckét, jó? Jó, de arra ki kell mosni azt a tornacocot, jó? Oké. Figyelj, beszéltél az osztályfőnökkel? Mari nénivel? Hello? Szia. Meg tudtad vele beszélni? Nem beszéltél nem vele? Nem kirándulást? Igen. Tudod, hogy a kiránduláson ilyen cukormentes ételt kapjon, mert... Kicsit már nem
Nem láttad a gyereknek a torna cuccát? Hol? Ki kell mosni holnap? Mindjárt jön. Te komolyan ráraktad a saját izédet? A gyereknek a torna cuccára? Próbáld már meg! Könyörgöm, könyörgöm, a szennyesbe dobjad a koszos suhádat! Mindjárt jövök, kicsi. De most! Hány már be hozzá, nem igaz, nem hiszem már. Én nem tudom elmagyarázni, mert hülye vagyok hozzá. De azt mondják, hogy a zenészek azok matek anyagok. Ne nyomogass már. Mindjárt, megyek csak ezt hozzá. Nem tudom, hogy repetálni a matekból a fannit. Jó. Elmentél? Ja. Gyere, mi ma nem főzünk vacsorát. Tökre megmondom. Hallod, amit mondok? Igen, hallom. Jó, jó, jó. Minden. Figyelj! Szia. Figyelj, csak azt akartam kérdezni, hogy mikor külditek át a képanyagot. De holnap utána kell legyen. Holnap utána határidő, nem? Értem, de hát amíg nincs kép, addig én mit csinálok? Írjam meg a zenét. Kálmán. Jó, akkor nem tudom, akkor mondjátok el, hogy köbben akkor hogy néz ki. Jó. Mondjuk hét másodperc. Te vajon, te kurva telefont! Jó. Mindjárt. Nem ér rá! Bocs, ne rá. 12-re, és akkor 17. Jó, 17, és akkor a 19 a vége. Jó, oké. Kinyomom. Bocs, köszi. Ide figyelj! Egy nagyon pici segítséget kérek, hogy ne minden nekem csinálj. Figyelj már rám, egy pici, egyszer, nézd már a szemembe. Hadd mondjam már végig, hogy 10 évet diplomáztam, és azóta semmit nem tudok csinálni, csak a te koszos gatyáidat mosom, és korrepetálom matekból én a gyereket. Tudod, mit szeretnék? Egyszer szeretnék elmenni moziba. Szeretnék elolvasni egy könyvet. Tudod, hogy hány éve nem olvastam el egy könyvet? És főleg saját magamon is szeretnék valamit kezdeni. Diplomás ember vagyok, és életemben nem dolgoztam még a szakmámban. Azért, mert téged ugrálok körbe 10 éve. Ne sóhajtozzál! Nem rögtön, de nekem ez nem fog menni. Mi nem fog menni? Hát ezt tudom, hogy nem fog menni, mert nem ment eddig sem. Jó, de én nem ezt akartam. Nem ezt akartam. Mit akartál? Én nem így akartam ezt az egészet. Semmi értelme. Semmi, tehát az meg másodpercek. Másodpercekre írok szalad zenéket. Kurva sokan nézik, kurva sokan hallgatják. Semmi értelme. És ezzel passzom el az életem. Legalább zenét csinálsz. Én meg gatyát mosok. Annak van értelme.
Magadat sajnálod most is, ugye? Nem sajnálom semmit. Ja, magadat sajnálod, most is magadra vagy elfoglalva. Nem téged sajnálom. Semmit nem hallasz meg abból, ami téged az én problémát. Téged sajnálom, ezt az én szavat. Vagy egy vállalható alternatíva lenne-e, hogyha akár a nő, akár a férfi azt mondja, hogy jó, akkor kilépek a cégből, bármelyikből, amelyikben eddig voltam, és maradjunk annál, hogy zsíros kenyeret eszünk, de boldogan élünk, fogjuk egymás kezét. Nem kell annyit dolgozni. Ez nemet jelent? Hogy cseppet között jönnek? Hát ez az. Ez az, hogy igazából nem mindig maga választja az ember azt, amiben bele pörög, vagy nem is tudom, valahogy bele viszi az élet, vagy ilyen örvényszerűen. Ugye elvileg örülünk annak, hogy van egy munka, még jobban örülünk, ha jól